Sziasztok! Ma Ninjago magazin unboxing, méghozzá Dragon Risingos, és a Kite kapjuk hozzá. Bár hát mind látszik, itt kicsit elkésett Magyarország Dragon Risingos kája, mert már ugye a Dragon Rising lecsengett az első évad tavaly, és én csak most van itt a figura belőle, persze majd folytatódik a sorozat, lehet, hogy ez miatt adnak most ilyen figurát. De minden esetre nézzük meg. Ugye Dragon Risingos készletek már voltak bemutatva a csatornán. Megnézzük a magazint. Kíváncsi vagyok, hogy... Ó, a kártya is van. Na, de először itt a figura. Kai, a tűzmester. Majd kibontjuk. Hoho! A Bátor Erin limitált kártya. Nagyon szuper, ez majd megy az albumba ez is. És, na nézd, már van egy csomag. Na akkor bontásra fel. Nézzük itt, mik vannak benne. Játékszabály, nem kell. Ó, Larov doktor. Ugye ő volt szora példaképe, amíg rá nem jött, hogy milyen ember valójában. Hát ez... Na, ez érdekes, egy ilyen több részesnek a darabja, méghozzá J-jel a képen, akit nem sokat láttunk a Dragon Rising első évadában. Itt van egy Sora a képen, charging, vagyis feltöltődik a Ryu erejével. Ez ki ez? Hát ez ugye... Na most ugye ez impériumi iskolás cuccba van, de ez nem a Sora fiatal korában, ez valaki más lesz. Na mindegy. Itt van egy Kai. Komikus Kai. Jaj, itt van a Krill, ez a csaj, amelyik ilyen kapzsi volt, még akarta adta pénzt. A verseny alatt, meg a patkányaiért oda volt. Egy erős doktor Larov. Na várjunk! Ennyi kártya van ebbe. Itt is van egy, itt is. 3, 4, 5. Nem ennyit szoktak adni egy pakba. 6, 7, 8. És itt van egy 9. Egy Dorama. 9 kártya plusz az extra, ami a magazinhoz. 10 kártyát adtak. Hát hallod? Ez véletlenül volt így becsomagolva, hogy... Na most megnézem. Dragon Rising Trading Card Game 6 kártyával, de ebbe 9 volt. Hát hallod, ez mennyire komoly? Ez ilyen extra volt 9 kártyával. Ez kemény. Na, de nézzük itt a magazint. Megnézzük a posztert először. Az igen. Edz és Vaj Ninjává. Ugye Erin. Milyen jó Erin poszter. Nézzük a másikat. Ó, birodalmi karmak, az impériumi csapat. Ez mondjuk tök jó. Nézzük meg a izét. Következő magazin. Na tessék, Erint adnak hozzá, az február 23-án. És ugye itt már más fegyverrel van, mint a készletekben. A kampó az ugyanaz, de ez a része más. Na. Következőt lehet lesni egy Erin figuráért. És akkor nézzük Kite. De hallod, ez meglepődött, trading cardba 9 lap volt benne. Ez nagyon komoly. És sikerült így szétvágnom, hogy égni szépre.
Szerintem nekem nagyon elhessek el tutoriál, elég lesz ez. Oda, az amoda. Direkt nem azt a digitál szemet használom, mert amíg nem láttam sorozatban, hogy olyan lenne, addig nem fogom azt kirakni figurának. Egy olyan, amolyan, ez a kehely cucc megy erre, ha jól látom. Így, ez rá, és ide hozzá a lángnyelv pluszba. És kész is van a káj. Milyen komoly lett. Bár mondjuk érdekes, hogy ugye itt a kartartó, de ezt nem tudod berakni a hátába. Na. Így, tehát ezt nem tudod így beállítani, mert nem megy át azon a részen. De opcionálisabb lett volna egy ilyen csiptető rész. Na mindegy. Attól függetlenül szuper a káj ezzel a karddal. Na. Hát ennyi lett volna ez a videó, srácok. Ha tetszett, dobj egy lájkot. Ha nem tetted, iratkozz fel. És nézd meg a többi videót. Sziasztok!